Na szervusztok, sziasztok mindenki, mielőtt belemegyünk a mai videóban, és megnézzük ezt az újabb érdekes tartalmat, mindenképpen szeretnélek megkérni titeket, hogyha tetszik a tartalom, mindenképp egy követést hagyjatok itt, valamint a lájkot ne felejtsétek el megnyomni. A videó alatt pedig van egy csomó link, amiket csekkoljatok le mindenképp, mert ott van a Discord szerverünk, az Instagramom, a Twitch, ahol minden nap live-olok, meg ugye a TikTok fiókom, és ha még ennél is tovább mennél, akkor váljátok csatornataggá, és támogassátok a csatornát, hogy fent tudjon maradni, valamint hogy extra tartalmakban részesüljetek. Szóval jó szórakozást a videóhoz, aztán nézzük meg, hogy mit hoztam ma nektek. Na, csak mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a Henke csatorna. Megérkezett egy ilyen flashback nevű update a Crew 2-höz. Ugye mondták a készítők, hogy nem fogják elengedni a Crew 2 kezét. Ezt úgy tudjátok elérni tulajdonképpen, én is most keresgéltem. Először is kezdjük azzal, hogy van egy motorpasszunk, amit ugye nagyjából én tegnap 2 órát játszottam, ezt már mutattam nektek egy előző videóban, én 2 óra játékkal ezt nagyjából el tudtam vinni 29-ig, bocsánat, 50 a max, tehát ezt mindenképpen érdemes átjönni, ki kell szedni azt a 4 milliót, megfogod, beforgatod, vagy 3 milliót, kiveszed az egészet, szerintem a 3 millió is elég, az egészet bedurrantod, 4 autód van instant a Crew Motorfestbe, valamint a közben kigyűjtött autókat is meg fogjátok tudni szerezni. Beszéltem nektek erről az autó begyűjtésről a Crew 2-be, hogy a Motorfestbe meglegyen előző videó, vagy a következő videó most fog kijönni, egy videó különbséggel jön az is, szóval csekkoljátok le, abban mindent megtudtok, hogy én mit javaslok. Ami nagyon fontos lenne, bementek ide az Activities-be, igen, és akkor itt van a Flashback nevű Season 9 Episode 2. Ő, nagyon jó, és akkor ez a 4 verseny van, meg van még itt Coming Soon-ba 2. Nézzük meg az elsőt, másodikat, harmadikat, negyediket ebben a sorrendben, nézzük meg, hogy mik ezek a versenyek, és miről is szólnak. Én instant legnehezebbre állítottam, mert nekem ugye ez a verseny már megvan, úgyhogy nézzük meg tulajdonképpen, bejövök a Forma 1-es autóval, azt szerintem nekem eléggé maxos, és akkor ránézünk erre, hogy mit is lehet csinálni, mibe különleg, ó, figyeljetek oda, ilyen Minecraft-szerű téma. Én szerintem jól néz ki, nekem tetszenek ezek a dolgok, hogy így megvariálják, ne, ez szó szerint ilyen Minecraft az egész jár. Ó, aha, hát ilyen retro, tehát nem Minecraft, nyilván ahhoz tudom hasonlítani, de ugye itt arra mentek rá a készítők, hogy ilyen retro, olyan, mint a régi játékkal játszanál, baromi jól néz ki, tehát én azt gondolom, hogy ezt így elkapták, ezt a vonalat. Volt mostanában játék, amivel játszottam, és ugye retro, tehát ilyen fullba retro volt a játék, de figyeljetek, ez viszont tök menő, hogy a mai játékokba betesznek ilyeneket, és láthatják mondjuk azt a mai fiatalok, hogy milyen volt régen egy játék. Jó, nyilván az út az nem ilyen volt, mert a pálya változatlan, az autó tekintetében teljesen változatlan, de maga a környezet az eléggé olyan, mint hogyha egy ilyen Need for Speed 2000-es évek előtti kiadás lenne, vagy még akár előtte, sőt inkább előtte, mert akkor se volt már azért, mondjuk, de a fákat nézve, hát ilyen pixelekből szerették volna a felhő, és az a gáz, hogy tényleg inkább azt mondanám, hogy jobban haj az a Minecraftra, mint a retro vonalra. Annyira nézelődök, hogy a vezetés az konkrétan már feledésbe merül. Ugye tényleg ez abszolút azt tudom mondani, hogy a retro Minecraft keveréke lett ez a pálya tulajdonképpen, legalábbis szerintem annyi, hogy a kockák kisebbek, ezért sokkal részletesebb is, de ott a vulkán, ott a háttérben, vagy vulkán, legalábbis hegy, úgyhogy elég jól néz ki. Na jó, ezt a pályát lenyomom, aztán nézzük a következőt. Igen, szóval, hogyha megnézzük, akkor abszolút ilyen pici kockákból van összeállítva minden, zseniális, tehát komolyan, én szerintem jól néz ki, nem tudom, hogy lehet-e egyébként szabad kószálásban mászkálni ezen a pályán, arra viszont arról nem tudok nyilatkozni nektek. Nem, szabad kószálásban nem úgy néz ki a pálya, de amikor már megyünk be, akkor már úgy fog kinézni. Jó, következő. Ez valami motoros témájú vonal lesz, és ahogy nézem, kint leszünk a szabadba, legalábbis valami ilyesmi. Tudok választani motort is, meg kocsit is... Rossz motorral kéne szerintem menni, hogyha van olyan opció, mert az van a képen, ránéznék, de nem engedi a rossz motort, nem engedi.
Valami... De akkor miért cross motor van a képen? Érdekes. Legyen mondjuk ez, nem számít. Kicsit emelted, mint a másik, úgyhogy földútra jobb lesz. Nem, itt se néz ki jobban ez az effekt. Ez nagyon tolakodó ez az effekt, ami itt a kerékből kijön. Mindegy, most már rajta hagyom. Aha! Viszont nem baj, mert látjuk az effektet, hogy az, hogy... Nem, az megmaradt. Az megmaradt. Ez nagyon sok ez az effekt, ami... Aha! A ház... Jól néz ki! Jól néz ki, gyerekek! Fasza, fasza! Tényleg azt kell mondanom, hogy nagyon rendben van, és mekkora pályát csináltak meg, így lepixelezve a hegyet, elég, ezzel volt foglalkozva. Mert ha megnézzünk egy ilyen játékot, jó, sok esetben kapunk 40-50 pályát, vagy de csak 30-at, nem tudom, de itt a vízesés meg van csinálva, ott van az óriás macska, az épületek messze, a tó. Szóval van ezzel foglalkozva bőven. Ez nem kis, jó, nem azt mondom, hogy olyan egetrengetően nagy, de négy pályát kapunk, meg még majd ugye kapunk kettőt, szóval... Nekem mindenképpen nagyon tetszik. Szeretem az ilyen elgondolásokat, amikor megváltoztatják a valóságot, belenyúlnak ilyen dolgokba, ilyen kreatívoskodnak, és... Van, ami nekem se jön be, de ez mondjuk pont kifejezetten tetszik. Ez a vonal, ez az irány, inkább úgy mondom. Szóval zseniális. Rendben van. Úgy gondolom, hogy ez a jó irány, vagy ezek a jó, ilyeneket kell csinálni, minél több ilyen kreatív dolgot kell csinálni, mert szerintem megvan az a játék, ahol nem akarsz ilyenekkel bóckodni, de egy arcade játék igenis legyen változatos, legyen benne minél több a lehetőség, úgyhogy ja. Pont ezen gondolkoztam úgy, hogy az Unbound is, hogyha a graffiti témát sokkal jobban tálalja, sokkal jobban veszi elő, sokkal jobban belemérd a promócióba, hogy miért graffiti, mi a jelentősége, miért van, beleviszik a festésekbe, akkor mennyivel egy játszhatóbb játék lett volna, legalábbis az emberek szemében szerintem. Én így is szerettem, de ugye sokan, ugye sajnos nem, hát ez van. Jó, figyeljetek, ez a pálya is zseni, nem túl hosszú egyébként, így utólagosan nézve. Elég hamar le lehet pörgetni, 2 perc, de zseniálisan néz ki. Látványos, feelinges, megvan az a vibe, amit szerettek volna, szerintem, hogy így elérjenek. Nyilván az autókat nem kellett, nem pixelezték le. Szerintem ez pont jó, mert így mutatja a játék azt, hogy benne vagy a mai világgal a régi világban. És ez a kettő fúziója szerintem tök jól mutat így együtt. Jó, itt valami vulkános téma lesz, nézzük meg, hogy itt tulajdonképpen mik a lehetőségek. Hajózni kell? Nem, várjunk, akkor F10, nézzük, hogy milyen járművekkel lehet menni. Vigyük be a Bugattit, szerintem az lesz a legjobb választás számunkra. Elnézést a vezetési stílusomért, abszolút nem vezetésre fókuszálok, hanem arra, hogy nézzük meg, hogy mik a lehetőségek. Ó, videó! Vagy csak egy ilyen kis flashback-es bevágás volt? Aha, jól néz ki. Amúgy egy kicsit ilyen Lego feelingje is van, tehát ilyen... Ezek a házak amúgy ilyen full Lego. Jó, nyilván nem teljesen így, de mint a Lego városban lennék amúgy. Nézzétek a vulkánt, ahogy tör ki a hangok, ugye ez nem tudom mennyire hallatszódik. Mint a dzsungelbe mennél. Ez zseni. Eddig szerintem ez a legjobb. Hú, de hallani a vulkánt is, a vízesésnek ahogy jön le sokkal jobb a víz az előző pályán. Ha is be kell mennünk a vulkánba is. Ó, gyerekeket, ez baromi jó. Eszméletlen kemény. Ez eddig tiszta, olyan, mint a Lego részőrszöznék, csak ugye nem lehet autót építeni benne úgy sajnos, de ez zseniális. És ez viszont egy hosszabb pálya már, mert ugye a 45 másodperc, 23%, ez nagyon jó. Mi lesz még? Ez körverseny lesz vajon, vagy nem? Hát ez fullba Lego Racer, tehát fullba Lego Racer. Mondom, nyilván nem teljesen így néz ki a Lego, aláírom, nyilván nem teljesen Minecraft, és nem is teljesen pixel harc, de hogy ugye régi játékra gondolok ez alatt, de igen, de olyan, mint hogyha Lego Racer-szöznék, és zseniális. Nekem ahhoz üt be a legjobban. A régi Lego Racers 2, azt hiszem az volt a neve, vagy sima Lego Racers, nem tudom. Gyerekkoromban nagyon sokat játszottam. Hát ez a vulkán, ez zseni. Nem tudom, mi lesz még a következő, vajon még jobb lesz, vagy ez volt eddig a csúcs. Nem tudom, hogy ezt lehet-e még überelni. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit tudnak kihozni, úgyhogy ezt még így lepörgettem, aztán nézzük a következőt. Fun fact, érdekesség, hogy itt most a város felett megyek. Nem tudom, hogy melyik város felett vagyunk, de konkrétan egy város felett megyünk, hogyha a térképet megnézzük, szóval rá van ide modolva, szerintem a levegőbe. Ez a cucc valahogy így nézhet ki, mert ugye jelenleg ugye a víz az mondjuk ott van,
ez az út is mondjuk itt van, szóval valamennyire, ahogy nézem, leköveti a dolgokat, de maga az egész tematika, ahogy én nézem, szerintem a... ja, tehát ezek az utak, ezek validak, de az az egész cucca vulkánnal, az rá van modolva egy városra. Legalábbis, ahogy én nézem, nem ez az útlevágás is talán mondjuk itt nincs meg, vagy lehet, hogy ez megvan. Szóval egy része valós, de a vulkán az egy városra van rátéve, szóval nem tudom pontosan, hogy oldották meg a készítők, de jó lett. Flashback. Nézzük az utolsót, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Activities, és akkor van nekünk itt egy olyan, hogy nem is tudok állítani, vagy valami egyiptomi téma. Ez még lehet ez a legjobb, várjátok ki a véget, a piramisok között kell majd menjünk. Wow, rámodolják szépen nekünk ide a sósivatagra? Nézzünk egy járművet, F10. Hát, szerintem vigyük a Mitsubishit, aztán nézzük meg. Wow! Wow, gyerekek, ez jól néz ki! Hajaj! Hát ez nagyon LEGO részről. Ez nagyon LEGO részről. Hát ez teljesen ugyanaz. Ez zseni. Wow, még kicsit mondjuk akadozik, ahogy nézem. Vannak ilyen mini lagok ezen a pályán. Á, gyerekek, ez teljes LEGO részőrség van itt, kérem szépen. Teljes LEGO részőr. Kár, hogy nem lehet egyébként menni, csak úgy alapból ezeken a pályákon. Igen, ez a sósivatagra lett rámodolva szerintem konkrétan, úgy, ahogy egy per egy rá lett téve. Olyan mikrolaggok vannak. De csak ezen az egy pályán egyelőre. Hát ez zseni, megyünk be a Sphinx alá. Piramissal mi lehet? Bemegyünk a piramisba? Vagy voltunk már a piramisba? Szerintem nem. Vagy onnan indultunk a piramisból? Hogy van ez a pálya megoldva? Hát ez nagyon, nekem rohadtul tetszik. Már csak ezért is megéri a Crew 2-t elővenni szerintem. Mondom, meg is van már a pénz egyébként arra, amit mondtam nektek, néztem, hogy ezt a 4 versenyt lenyomtam, meg is van a lóvé arra, hogy tudjak haladni a következő cuccal tovább. Aha, megyünk, most megyünk be a piramisba. Ott meg is a számítós autót meg is tudom venni. Ó, innen indultunk, igen, itt volt a rajt valahol. Tehát ez zseniális, zseniális, komolyan mondom. Aki ezt kitalálta, remek-demek döntés volt és remek ötlet volt, szóval igen, a Crew 2 még jó darabig menni fog, jönnek a szezonok, most már annyi, hogy nyilván sokkal olcsóbb mindenben, nem már, mint hogy úgy értve olcsóbb, hogy könnyebben tudunk mondjuk Season Pass-t indítani, mert nagyjából játékpénzből már megvehető. Valamint rengeteg autót ki lehet ebbe szedni, bementek mondjuk egy-két New Yorkot, vagy hármat, 1 millió megvan, olcsó autók megvesz, és a Crew 2-ben, vagy a Crew Motor Fest-ben megkap. Szóval igazából nagyon egyszerűen tudtak a Motor Fest-be autót szerezni, hogyha a Crew 2-vel is játszotok. Mert ha párhuzamban megy mind a két játék, akkor ja, akkor mind a kettő haladni fog elég szépen. Úgyhogy nem tudom, vannak előnyei hátrányai, hogy a két játék össze van kapcsolva, de az mindenképpen jó, hogy mind a kettő össze van kapcsolva, csak az elején egy kicsit soknak érzem én is, hogy jó, jön ez is, nyomjam ezt is, meg nyomjam azt is, és én azért videókat gyártok, kontentet gyártok, rengeteget játszok ezekkel a játékokkal, rengeteg, legtöbb esetben csak azért, hogy megmutassam nektek, szóval elég nehéz így. Nem hiszem, hogy egy átlag embernek van arra ideje, hogy napi 8 órákat autós játékokba töltsön. Még én sem szoktam annyit egyébként, de van, hogy új megjelenéskor akár 12 órát is lenyomok, csak azért, hogy nektek be legyen minél előbb minden mutatva. De a legtöbb játékosnak, a legtöbb játszó embernek erre azért nincs kapacitása. Szóval az, hogy mindegyik játékot tudja nyomni, azt nem tudom. Ha egy kicsit lecsillapodnak a dolgok, és a Crew Motor Fest is már ki lesz pörgetve otthon, akkor azért azt gondolom, hogy a kettő el fog férni egymás mellett. Most viszont ez, hogy ide új update, oda új játék, meg közben ez, meg az, meg amaz jön, nem tudom, kicsit lehet, hogy ez az egész ilyen, most ez kicsit sok. És itt van a paszt is benyomták, hogy akkor azt is nyomd. Hát nem tudom. Érdekes elgondolás. Minden esetre nem rossz, tehát kicsit beúsztam volna a Crew 2-vel egy 3 hónapra mondjuk a féket, de
Hát mindegy, valakinek nincs meg mondjuk a motorpassz, akkor minden esetre itt van ez, szóval végül is ebből a szempontból nézve meg, tök jó dolog, szóval jó. Van mind a kettő, megy mind a kettő, nincs elengedve az egyiknek a keze. Lehetne egy kicsit mondjuk a Crew 2-t update-elni irányíthatóságilag, ugye a Motorfest irányába, mert azért jó lett, de szerintem azt soha nem fogjuk megélni, szóval ja. Szóval ez lett volna ez a flashback-es téma, ez a flashback irány, ugye ez a régi játéktermi játékot akarták így előszedni, beleültetve a mai világba. A régi játéktermi játékot akarták így beleültetni a mai világba, nekem inkább ilyen Lego Racer lett. De mindesetre jól sikerült, látványosak voltak a pályák. Ezek az utolsó kettő volt zseniálisan jól megoldva, szóval azt gondolom, hogy pacsi a készítőknek, úgyhogy jók voltak, ügyesek voltak, és csak így tovább. Toljátok a játékot, mert van benne még bőven lehetőség, úgyhogy pacsi mindenkinek, én Gergő voltam. Videó alatt linkek, nézzétek meg, like, követés, ne merüljön feledésbe. Szevasztok!